Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, az Isten tiszteletünk elején fogadjuk szeretettel az énekarunk szolgálatát, plusz szolgálatát, aminek az apropója az elmúlt vasárnap hirdetett Bach mindenkinek című zenei fesztivál. A gyülekezet, ha visszaemlékszik, akkor volt már Miskén Bach mindenkinek, ami orgona koncert és orgona muzsikát jelentett a mi számunkra. Aztán a tavaly ebben nem csatlakoztunk, nem volt benne részünk, az idén köszönjük, hogy csatlakoztunk, és köszönjük, hogy az énekkar szolgálatát mindjárt végighallgathatjuk. Hogy erről mit lehet tudni, nyilván a legegyszerűbb dolgot érdemes róla elmondani, azt, hogy maga a cím is egy nagyon hálás jó cím szerintem, hogy Bach mindenkinek. Hiszen megpróbálják azt a szintet mindenki számára szerethetővé, érthetővé, elfogadhatóvá tenni. Annak idején vagy olvastam, vagy valaki mondta, hogy a professzor meg a nagytudású ember rangját nem az mutatja meg, hogy úgy tud beszélni, meg előadást tartani, hogy nem érti senki, csak a hozzá hasonlók, hanem úgy tud beszélni és előadni a szeretet vagy a kutatott témájából, hogy a legegyszerűbb ember is meg tudja érteni, és azt érzi, hogy nem a fejem felett beszél el, hanem nekem szól és értem szól. Bach muzsikájához nyilván sokunknak úgy szerves módon nincsen közünk, de talán az énekkarunk szolgálata nyomán rácsodálkozhatunk arra, hogy nem is olyan ismeretlen, nem is olyan távoli, és talán nem is olyan nehéz. Úgyhogy még egyszer szeretnénk megköszönni ezt a plusz munkát, ezt a szolgálatot, és akkor kérjük, hogy akkor szól megjutni.